Az idei télen 3135 köbméter tűzifát értékesített a nyírerdő, amelyből megközelítőleg 20-22 ezer köbméter maradt a megyében. A helyi önkormányzatok jellemzően keményfát, fát, akácot, kőrist, tölgyet és juhart vásároltak. Az elmúlt öt évben mintegy 107 ezer köbméter tüzelőt vásároltak az önkormányzatok a rászorulóknak a nyírerdő Zrt-től. Február 15-ig kellett befejeznünk a szociális tűzifa programot. A Nyírerdő ZRT ezt kiemelt prioritásként kezelte. A két megyében több mint 160 településsel kötöttünk szerződést, és szállítottak el tőlünk tűzifát. Szabolcs megyében 125 községgel szerződtünk tűzifa értékesítésre. A tűzifa kétharmada szabolcs már Bereg megyében került az önkormányzatokhoz. A legtöbbet igénylő települések között volt Baktalórendháza, Hodász és Demecser. Együttesen csak nem 1900 köbméter fát vásároltak. Nézszintárság szintjén egy Dúlán 600 millió forint, ami a szociális tűzifa értéke volt. Talán a szociális tűzifa programnak köszönhetően is a, ebben a téli szezonban kisebb mennyiségű volt a lopáskál, amit elszenvedtünk. Elsősorban ilyen kistételű, főleg már készletre vett fádol történtek lopások. Összesen egy 48 köbméter értékben, egy a 600 ezer forint értékben. 48 köbméter mennyiségben, 600 ezer forint értékben lopáskát. A sóstói erdő területén március 15-éig fakitermelő munkákat végeznek. Ezt követően az erdősítések gondozása, a tavalyi aszálykárokat szenvedett területek pótlása, valamint a parkerdő berendezéseinek a felújítása következik.